Sziasztok nézőink, ez itt a Heroes of the Storm, vágjunk bele, amiben bemutatnánk a játékot nektek. Nemrégiben lehetőségünk nyílt betekinteni ennek a nagyon-nagyon korai verziójába, tehát ami azt jelenti, hogy az alfába. Tehát legyünk pontosak, ez technikai alfa, tehát nem is a játék alfája, hanem lényegében csak a szerver infrastruktúrát tesztelik, meg a játék vázát. Ezért van az, hogy szaggat a kép, ez nem a gépetek hibája, meg nem a mi gépünk nem bírta a játékot, hanem a játék jelenleg egy darab szerveren fut, az pedig a Blizzard központjában, Kaliforniában található, és amíg nem találják fel a félnél gyorsabb adattovábbítást, addig sajnos ezzel laggal kell küzdenünk, ezért szaggat a videónk, ezért nem fogtok simán futó jelenteket látni. Úgyhogy igen, ismételten felhívnánk a figyelmeteket arra, hogy minden, amit itt láttok, bármit, amit mondunk, nagyon valószínű, hogy nem a végleges verzióját mutatja a játéknak. Hiszen emlékezünk az Ébe 3 bétájára, amire olyan funkciók voltak, amiket egy az egybe kivágtak a teljes játékból, és mind a mai napig nem rakták vissza. Igen, ezt jó tudni a Blizzardról, hogy nem fél bármikor bármit kidobni a játékaiból, StarCraft 2-ből is vágtak ki komplett egységeket, még a kész verzióból is. És hát jó példa erre a Diablo 3 aukciós háza, amit ugye úgy van, így megszüntetnek, az egész játékot átalakítják. Na szóval itt a Heroes of the Storm, ami lényegében egy ilyen MOBA játék, biztos, hogy láttatok már ilyet. Aminek ugye már a Skabi a negyedik neve, a harmadik neve legalább, hiszen ez ugye Blizzard All Stars néven is futott. Nagyon-nagyon régóta készül a játék, több címmel láttuk már, több ígéretet hallottunk, hogy milyen lesz. De úgy látszik, hogy ez az a formája, ami nagyjából végleges, és amit majd kapni fogunk, amiben a Blizzard univerzum különféle hősei találkoznak egy hatalmas arénában, illetve hát több arénában, erről is majd beszélünk egy kicsit később, és hogy összemérjék az erejüket egy ilyen MOBA küzdelemben. Hát mit kell tudni a MOBA-ról? Ugye van két bázis, a cél az, hogy a két ellenséges csapat elpusztítsa a másikét. Ehhez át kell jutni a térkép egyik feléből a másikba, csupán annyi lesz a gond, hogy a utat tornyok szegélyezik, amiket el kell pusztítanunk. Meg persze más rivális játékosok. Így van, és akkor ezek a hősök a különböző képességeiket felhasználva, egy összemérik erejüket egymással, elpusztítják a tornyokat, stb. Stb. A Heroes of the Storm egyik különlegessége az, hogy nem a Dota 2-vel ellentétben, azt hiszem az jó példa lesz itt felhozni majd, nem egyetlen egy arénában zajlanak a mérkőzések, hanem különféle érdekes pályákat kapunk, Battlegroundoknak hívják azt hiszem a játékban ezeket, és ezek a pályák nagyon megszínesítik itt a játékmenetet. Itt az alfában azt hiszem két pályát kapunk, az egyik egy ilyen... Klasszikus fantasy, inkább, leginkább odatára hasonlító színvilágban is, meg felépítésben is, ugye a másik meg a kalózos pályában. A kalózos, így van, amikor a kalózos esetében annyit tudok, hogy ilyen érméket kell, ilyen dublonokat kell gyűjtögetnünk, ezt be kell vinni egy ilyen kalózkapitánynak, és hogyha elvittünk egy X számú érmét, azt hiszem 15-öt, akkor a kalózkapitány a csapatunk mellé áll, és elkezdi bombázni az ellenség bázisát, illetve ez tornyait. Így, ez így elmondva, hogy azért nehezen értelmezhető, mert a Heroes of the Storm, amikor a Dotától eltérően kicsit máshogy zajlik a játékmenete. A Blizzard ugye egy más utat választott, aminek örülhetünk, végre nem egy sima Dota klónt kapunk, hanem egy olyan játékot, ami mer újítani, mer újat mutatni, és mer mondjuk új dolgokkal kísérletezni. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy ez egy jóval egyszerűbb, és teljesen más hangvételű MOBA játék, mint a Dota 2, vagy a LOL. Hiszen a meccsek is 15-20 percnél tovább nem tartanak, nagyon pörgősek, a pályák is lényegesen kisebbek. Ugye, mint a Kalosz kapitányos példából látható, vannak benne olyan elemek, olyan részek, amik más játékban még eddig nem voltak. Kalóz mellett, ugye a fantasy, nevezzük fantasy pályának, ott például el lehet átkozni a másik csapatot, ami azt eredményezi, hogy minden képük egy HP-val indul, a tornyaik nem tudnak lőni, vagyis addig a periódusig, amíg el vannak átkozva, rendkívül gyorsan be lehet nyomni bármelyik lényt. Így van, és ezért a harcok nem is inkább azért folynak, hogy egymást lenyomjuk, és betoljuk a tornyokat, hanem hogy a adott pályának a objektíváit teljesítsük. Itt például a másik esetben a fantasy-s pályán összeszedjünk három tributot, amit hogyha megszerzünk, akkor, ahogy mondta Wilson, elátkozódnak az ellenfél játékosai. Kis ugye lehetőség van egy ilyen sárkányformát felvenni. Ja igen, egyik a játékos, pálya, egyik játékos átváltozik egyfajta hatalmas sárkánnyá, illetve egy ilyen sárkányszerű lényi, ezáltal megnő a támadás ereje, meg az életereje, és sokkal könnyebben tudja befogni a tornyokat, tulajdonképpen a csapat fel tud sorakozni mögé. Plusz ugye még lehetőség van a neutrál kempekbe leverni zsoldosokat, akik rövid ideig csatlakoznak az adott hőshöz, és ők is rendkívül jól le tudják nyomni mind a tornyokat, mind az ellenfeleket.
Igen, így akár egyetlen egy szerencsés mozdulattal, ha összegyűjtjük ezt a három tribute-ot, végig is tolhatjuk a pályát, 15-20 perces mérkőzésekre lehet számítani, úgyhogy nagyon gyors, nagyon pergős meccsek. Csak ugye ezzel jelenleg az a baj, hogy szinte minden meccsen azt lehet megfigyelni, hogy amint aktiválódik ez a különleges shrine, akkor mindenki oda rohan, nem foglalkozik a lénnel, nem foglalkozik a többi csatával, hanem próbálja a saját csapatának megszerezni ezt az előnyt. Ami abban a szempontból jó, hogy tényleg nagy előnyt nyújt a pályák befejezéséhez, viszont kicsit felborítja az addig normális medelbezagló játékmenetet. Beszéljünk egy kicsit a hősökről, ugye most egy játékban nagyjából olyan 20 hőssel találkozhatunk, és ahogy említettem a videó elején, a Blizzard univerzum legkülönféle figurái gyűlnek itt össze, hogy összemérjék az erejéket. Ráadásul baromi jól fogták ugye össze a világokat, hiszen az intróban láthatjuk, hogy minden egyes Blizzard franchise egy külön bolygón játszódik, egyetlen egy naprendszeren belül. Így magyarázzák meg azt, hogy miként harcolt egymás mellett Kerrigan a Starcraftből, mondjuk Diablo mellett. Igen, és akkor így fordulhat elő az, hogy tényleg Diablo összetalálkozik egy zerglinggel, vagy valami hasonló lényel. Erre utalások voltak már más játékokban is egyébként, hogy itt ezek az univerzumok valahogy összecsatlakoznak, elég csak a World of Warcraftban mondjuk a démonokra, vagy ezeket a fellényekre gondolnunk, akik már nagyon hasonlítottak az zerglingekre. Minden esetre az, hogy mennyire idegen ez az univerzumtól, ezt mindig is csak Blizzard fogja eldönteni, nekünk ebbe beleszólásunk nincsen, meg lehet ezzel nagyon könnyen barátkozni. Hát főleg, hogyha azt nézzük, hogy más játékoktól eltéren, itt nagyon-nagyon egymásra simul mondjuk a sci-fi meg a fantasy stílus, nincs az, hogy de furcsán néz ki ez a pisztolyjal harcoló ember a karddal harcoló barbár mellett, hanem itt egyszerűen azt lehet érezni, hogy tényleg egy összepasszoló univerzumban játszunk. És olyan szereplőkkel egyébként, akiket tényleg mindenki, aki egy kicsit otthon érzi magát így a gamer világban, ismer. Ott van például Arthas, ott van például Kerrigan, ott van például Raynor a StarCraftból, a World of Warcraftból, Malfurion, egymillió karakter van, akikből meríthetnek majd ikletet a készítők, és ezeket szépen lassan bele lehet majd építeni a játékba. Plusz ugye azt nézzük, hogy az archetípusok azok megvannak, tehát gyakorlatilag itt is el lehet mondani, hogy ami mondjuk a Dota 2-ben karakter megvan, az itt is megtalálható, csak mondjuk más néven, de a képességei tulajdonságai azért eléggé hasonlítanak. Gondoljuk csak Pádzsra, ugye, aki itt Stitch néven fut. Stitches, vagy valami hasonló. Igen, ki tudja dobni a kampóját egyébként azoknak, akik nem ismerik, magához tudja húzni az ellenfelet. A Dota MOBA alap kell elég, tehát nincs egy MOBA játék, amiben nincs, ne lenne ilyen karakter. Hát a legusztustalanabb hősök egyike, valószínűleg sokaknak okoztak már bosszúságot Pudge felkiáltásai. Itt max ugye annyi lehet a könnyítés, hogy ugye ezeket a hősöket meg kell venni. Most az, hogy az üzleti modell a végleges változatban milyen lesz, azt még nem tudni, hiszen ez is egy mozgó tényező. Jelenleg ugye úgy működik a játék, hogy a LoL-hoz hasonlóan minden hőst egyenként kell megvenni valós pénzért, vagy a játékban szerzett kemény valutáért, és ezen felül vannak hetente rotált hősök, általában olyan 5-6 talán, pont most a videó készítése előtti órákban cserélték le az adagot, így gyakorlatilag mindenkinek lehetősége van kipróbálni minden hőst vásárlás előtt, egyrészt ezzel a rotálással, másrészt meg a boltban van egy próbafutam, ahol minden karaktert ki lehet vinni a tesztpályára, ott meg lehet nézni, hogy mit tudnak, milyen képességek vannak, és hogy állnak hely bizonyos helyzetekben. Ezeknek a hősöknek egyébként hasonló szerepköreik vannak, mint a többi MOBA játékban, tehát vannak warriorok, harcosok, akik közelharcban jeleskednek, ők azok, akik mennek előre, felfogják a sebzést, vannak a support karakterek, akik gyógyítanak, shieldet raknak a másikra, stb. Csapdákat helyeznek el, illetve nem, bocsánat, a csapdákat már egy ilyen különleges ilyen utility karakterek teszik le, illetve vannak még az assassinek, akik, hát ezek a genkerek, akik oda mennek és hátulról pickbox szétszedik az ellenfelet, csak éppen nagyon puhák, nagyon könnyen meghalnak. És ha azt nézzük nagyvonalakban, lényegében három közös pontjuk van, az egyik ugye, hogy semmelyikük se vásárolhat tárgyat, a játékból teljesen hiányzik a tárgyvásárlás és a tárgyhasználat, ami elsőre talán nagy érvágásnak tűnhet, viszont ez a pörgős játékmenethez valahogy nem is passzolna az, hogy az ember 15-20 perceket farmolja az aranyat, megvehet egy extra tárgyat, így hogy értelemszerűen arany sincsen. A másik közös pont a mount használata, minden egyes karakter rendelkezik egy hátassal, ezzel gyorsabban közlekedhet, gyorsabban eljuthat vészhelyzet esetén a pálya bizonyos pontjaira. Persze ennek is megvan a maga kis vicces része, a diakot mondjuk egy pónin vagy lovon látni, meglehetősen érdekes dolog. Plusz ugye ott a többi lény, de az alfában már lehet vásárolni egyfajta robotkutyát, van ugye unicorn is, ráadásul szivárvány színben is elérhető, és persze ezt is, ezért is fizetni kell. Igen, minden tartalmat valószínűleg majd így ebből a kis aranyból, illetve hát majd kemény valutáért vásárolhatnak meg a játékosok.
reméljük, hogy pénztárca kímélő megoldásokat fognak nyújtani számukra a Blizzard munkatársai, de ez még változhat, lehet, hogy teljesen máshogy lesz minden a végleges verzióban. De az szinte biztos, hogy az alapjáték az teljesen ingyenes lesz. Így van, tehát ingyen játszhat vele bárki. Hát most az új jogszabályok most felmerült, persze álló az, hogy nem hívhatjuk majd őket ingyenes vagy free-to-play játékoknak, de ez majd a jövő zenén legyen teljesen minden, nem erről van szó. Úgyhogy amiről még akartunk beszélni a Heroes of the Storm kapcsán, az a szintlépés és a skill rendszer. Ugyebár van a játékban kétféle szintlépés, az egyik az, hogy a profilunk szintet lép, tehát minél több mérkőzést játszunk le, minél többet nyerünk, vannak napi questek, azt tegyük hozzá, gyorsan fűzzük bele. Hearthstone-ban, ahhoz hasonlítok. Ugyanúgy, tehát verjünk le mondjuk 3 mercenary campet, és akkor kapunk XP-t, és akkor megint szintet lépünk. Ha szintet lépünk, akkor kapunk újabb adag aranyat, és abból az aranyból persze vásárolhatunk majd, ahogy mondtuk az videóban, új hősöket, illetve a hősökhöz különféle skineket, hátasokat, amikkel gyorsabban mehetünk. Igen, itt is a lót lehet példának felhozni, ahol szintén a karakterét a profil szintjéhez van igazítva az, hogy éppen milyen játékmód érhető el. Itt jelen esetben, ha jól emlékszem, talán a harmadik szintet kellett elérni ahhoz, hogy az ember felmessen más emberek elleni játékmódba, és a további szinteken megnyílt a bolt, kaptunk extra aranyat a vásárláshoz, illetve egyéb szlotokat. Úgyhogy itt a szintlépésnek tényleg van azért szerepe, meg funkciója. A másik szintlépés meg persze a hősök szintlépése. Egy mérkőzésen belül a hősök szintet lépnek, ugyanúgy, mint a Dotában, vagy a League of Legends-ben, és a szintlépésekkel új skilleket szerezhetünk. De ezek a skillek is teljesen máshogy működnek, ugye? Igen, hiszen adott a kettőtől eltérően itt nem az van, hogy a meglévő képességek 3 vagy 5 szinten fejlődnek, hanem tulajdonképpen mi döntjük el azt, hogy mire teszünk pontot. Ezzel változtathatjuk az adott hősnek a beállítottságát, lehet mondjuk egy support karakterből nem annyira támogató szerepkör, hanem mondjuk támadó, nagyobb lesz a támadó értéke. Egy harcost kinevelhetünk tanknak, vagy még nagyobb támadó értéket adunk neki. Szóval egyes képességeit megvariálhatjuk különböző funkciókkal, hogy mondjuk életet szívjon, legyen körülötte egy aura. Mint a perkeket raknánk. Így van, mint a perkeket raknánk, és akkor a körülbelül nem tudom, olyan 6. szint környékén megkapunk egy ilyen ultimate képességet is, ami valami überdurva, 1-2 percenként használható képesség, és ezzel nagyon átrendezhetjük az erőviszonyokat egy csata folyamán. Azt pedig valószínűleg a videón jól látjátok, hogy már most is piszok jól néz ki a Heroes of the Storm, ez a képi világ, ez mindig is jellemző volt a Blizzard játékokra, ezek a csúnya szóval ilyen rajzfilmszerű grafika, nagyon-nagyon látva és nagyon szép a játék már most is. Vannak még technikai gondok vele, de biztosak vagyunk abban, hogy ezek így el fognak tűnni a megjelenése. De hangsúlyozzuk ki ismét, hogy ez egy technikai alfa, nem hagyományos értelemben vett alfa, itt tényleg minden változó mozgó tényező, amit most ebben a videóban láttok, lehet, hogy egy hét múlva nem is lesz meg ebben a formában. Még fix megjelenési dátumunk sincs egyébként a játékról, úgyhogy Blizzard rendszert követünk, kész lesz, amikor kész lesz, megkapjuk, amikor megkapjuk, örülni fogunk neki akkor is, addig pedig megyünk egy kicsit diablózni, hiszen pár nap múlva itt a Reaper of Souls megjelenése. Addig a Loot 2-es rendszerben egy kicsit föltápolom a karakteremet, nem tudom, te mész kicsit vissza Heroes of the Storms-ozni? Elképzelhetünk. jó van. Na akkor jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!